mindig Nyíregyházán éltem, és az előző munkáim során, meg így az életem során azért nagyon sok településen voltam. Én főleg kereskedelemmel foglalkoztam, és nem csak ezt a megyét, hanem más megyéket, régiókat is kezeltem, és budapesti központú cégnél dolgoztam. Volt, amikor budapesti irodám volt, de valahogy sosem gondoltunk arra, hogy elköltözzünk innen. Nagyon szeretek Budapesten is lenni, vagy más városokban, mert nagyon érdekel, hogy mi van ott, de nagyon szeretek hazajönni. Én azt gondolom, hogy van egy sajátosság ennek a megyének. Én nekem biztonságot ad az, hogy itt vagyok. Nekem azok a természeti értékek és egyéb itt található földrajzi adottságok nekem nagyon közel állnak a szívemhez. Itt mindig azt érzem, hogyha a Tiszaparton vagyok, vagy a Berekben, vagy bárhol, hogy itt hol vagyok. Egyszerűen ezen gondolkodtam, hogyha letennének úgy, hogy én ledobnának valami helikopterrel bekötött szemmel, hogy én szerintem megismerném, hogy itt vagyok. Én azt gondolom, hogy annyi helyen voltam így össze-vissza. Én azt gondolom, hogy nagyon vendégszerető emberek vannak. Amikor mi vendégeket fogadunk, vagy kollégáim más régióból jöttek, ugye mindig azt kaptam vissza, hogy itt az emberek, hogy mennyire közvetlenek, hogyha elmentek egy tárgyalásra mondjuk, valamely megbeszélésre, akkor ott megvendégelték őket. Szóval hogy ez a fajta attitűd, ez az ország más részeire nem annyira jellemző. Nekem ez is egy nagyon szimpatikus dolog. A másik oldala az, hogy mindig kerestem a kihívást, és ugye az, hogy nekünk van egy fogyatékkal élő gyerekünk, ami önmagában egy kihívás, és azt gondolná az ember, hogy ez a vidék, ez annyira ebből a szempontból nem komfortos nekik, viszont én azt gondolom, hogy egyrészt sokat is tettünk rajta, másrészt talán a nyitottság is másabb itt, mint mondjuk egy nagyvárosban. Én azt gondolom, hogy jobban ismerik egymást az emberek, hamarabb segítenek a másiknak, nem fordulnak el olyan hamar egymástól, ami talán más helyen nem annyira tapasztalok. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.